Nyár vége volt, a balatoni vitorlásverseny utolsó napja. A hajók dagadó vitorláikkal már kifutottak a tóra. Északi szél fújt, igazi vitorlás idő. Olyan, amilyenre Balogh Péter vágyakozott minden versenynapon. De ő ennek az elárult vitorlásnak a versenyzője ismeretlen okból nem jelent meg a versenyen. Az ezüst király a legszebb vitorlás hajó a Balatonon. Ugyan, mama? Éppen olyan hajó, mint a többi. Ugyan. Te mondtad, hogy nem cserélnéd el egyikkel sem. Már úgy összeszoktunk, hogy idén az összes előfutamokat megnyertem vele. Mama, ha vasárnap egy csöpp kis szerencsém lesz, bajnok lesz a fiadból. Csak vigyázz, vigyázz, fiacskám. Tudod, én akkor is nagyon büszke leszek rád, ha nem te nyered meg a verset. Halló? Éva? Szervusz. Otthon van a bátyád? Igen, itt van. És várjuk a nagy kapitány parancsait. Jól van. Elrendelem tehát, hogy vacsorára sokkal 9-re Balatonföldváron kell lennünk. Indulás reggel 6-kor a Bányász Kultúrház elől. Szervusz! Itt van ma! Szervusztok! Jó cselénykét, már 2 percet késtél. Majd behozom az úton. Éva, Laci, szálljatok be hozzám. Csak menjetek előre. Én apával megyek, majd felváltva vezetünk, jó? De büszke vagy a jogosítványodra. Ma még én is levizsgáztatom. Indulás, gyerekek. Tehát 6:02 indult el útjára a 2 gépkocsi a Balaton felé. Nem sokkal később indult a CB0286-os rendszámú gépkocsi is Keszthelyről Budapest felé. Vezetője 8 éve vezet gépkocsit. Eddig 2-szer volt könnyebb balesete, mindkettő gyorshajtás miatt. Azok közé a gépkocsi vezetők közé tartozik, akiket vezetési rutinjuk elbizakodottá tesz. Szerelmesei a sebességnek. Az országutakon veszettül hajtanak. Kanyarban, előzésnél nem csökkentik le kellő mértékkel a sebességet, és ezzel a szembejövő gépkocsi vezetőket veszélyes helyzet elé állítják. Apa, kapcsolj már rá! Ne félj, nem fogunk lemaradni! De azzal számoljatok, hogy közben meg kell, hogy igyak valahol egy pohár pálinkát. Péterkém, félek, hogy nem érünk oda 2 óra alatt. Ugyan! Végig kitűnő az út. Szép tiszta idő van. Nézd csak rám, könnyű útunk lesz. Kapcsold be a rádiót. Az út valóban kitűnő, a nap gyönyörűen süt. De nézzük csak, tényleg olyan veszélytelen az országút, ahogyan azt Balogh Péter képzeli. Néha kilométereken keresztül nem történik semmi különös. De egyszer csak váratlanul labda gurul keresztül az úton. Az utána futó gyermeket csak a vezető jó reflexe menti meg az elütéstől. Az egymás melletti kerékpározás, a félkézzel fogott kormány is könnyelmű játék. Ilyenkor egy vigyázatlan mozdulat váratlan veszélyt jelentett a gépkocsi vezető számára. Vagy nézzünk egy másik esetet. Ennél a kocsinál megállást jelez a kigyulladó stoplámpa. A mögöttes vezető nyomban előzné is a szokásos térközzel. De az ajtó váratlanul kinyílik, és kész a baleset. Még szerencse, hogy a vezetőnek nem volt ideje kiszállni, így sérülés nem történt. A szénásszekér előzése kocsiból nézve szintén veszélytelennek látszik. Vannak vezetők, akik ilyenkor kocsijukkal súrolják a szekeret. Veszélyes meglepetés, amikor kiderül, hogy a szénából egy lecsúszott vasvilla lóg ki. Bukkanó előtt minden esetben jobb oldalon vezessünk, mert ha mi is, és az esetleg szembejövő gépkocsi is középen halad, mikor meglátják egymást, már alig van idő a kerülésre. Az országutakat járva tehát mindig akadhatnak váratlan veszélyes esetek. A kitört útkorlátok és kilométerkövek néma tanúi a meggondolatlan, könnyelmű vezetésnek. Takács Géza, aki már 5 éve balesetmentesen vezet, óvatos ember. Mindig számít az ilyen váratlan veszélyforrásokra.
Apa, úgy mászunk, mint egy csiga, mindenkit előre enged. Nézd meg, még ez a tragacs is megelőz minket. Fiam, ne szólj bele, ha én vezetek. Én se szólok bele, ha te vezetsz. Na, mit csinálsz, fiam? Egy kicsit rákapcsolok, nagyon lemaradt. De vigyázz! A keresztezésnél szekeret látok. Hát én nem nyírom ki a lovakat. Vigyázz! És már is túl vagyunk a szekéren. Házad, így stop! Nem értem, mikor apa ül a kormánynál, akkor mindig nyugodt. Mikor én vezetek, akkor mindig ideges. De én nem téveztem össze az országutat a versenypályával. Na, eredjön ma! Ó, Laci fiam, te jól levizsgáztál az apádnál. A vezetés nem gyerekjáték. Papa, libákat látok az úton. Szép idő volt. Balog Péter saját kocsijában jobbján csinos mennyasszonyával magabiztosan vezetett. Alig fél éve teljesült régi vágya. Mennyit álmodott erről, mennyi munka, mennyi kimagasló teljesítmény van-e két szó mögött, saját kocsi. Most elégedettnek és boldognak érezte magát. Tudod, Éva, én mindent előre szépen kiterveltem. Nagy távlatokban. Feleség, családi ház, gyerekek. De most a legfontosabb a vitorlás verseny. Nagyon szeretném, ha megnyerné. Mindent el fogok követni. Ha úgy látom, szerencsém lesz. Északi szél fúj, igazi vitorlás idő. Mindig ilyenre vágytam verseny előtt. Nem lesz könnyű dolog az élvonalbeliek között elsőnek lenni? Péterként, fő az önbizalom. De Éva, félútig van legalább 10 perc előnyünk. Igyunk meg egy feketét. Élő libát? Dehogy, vágott libát. Elvágott libát. Zsiga, add ide azt a libát. Mindebből viccet csináltok. A papa gázolt el, 50 forintot fizetett. Kisről egy málnát. Nem kérek. Mordd egy csillvóriót. 4 forint. Tessék. Na gyerünk, indulásra, nem érünk oda idejébe! Itt vagyunk, Jönla, gondoltam, hátra megveszik! Ne marháskodj! Milyen szép lehet onnan fentről a Balaton. Azért nem cserélnék vele, sokkal biztonságosabb ide lenni. Hogy lehet ilyen veszettül fékezni? Biztos a repülőt nézted. Hát elősek egy ember. A papa se nagyon tartotta be a fék távolságot. Na gyerünk tovább, mert sosem érünk oda. Ősszel be fogok iratkozni az autóvezetői tanfolyamra. Már kislánykorom óta vágyom erre. Kár a pénzért. Apád is megtaníthatna. Apa hallani se akar róla. Azt mondja, nem neked való. De elárulom neked, hogy titokban a bátyám jó voltából. Már sokszor vezettem a kocsinkat. Bebizonyítjuk apádnak, hogy nincs igaza. Szerintem jó vezető leszel. Gyere, ülj a kormányhoz. Péterkém, angyal vagy. Itt a sima országúton könnyű vezetni. Gyere csak, majd segítek neked. Jó. Beértik őket. Én nem tudom, mi van ezekkel. Péter nem szokott ilyen lassan vezetni. Majd mindjárt megnézzük. Éva! Péter! Álljatok meg! Nem is mondtad, hogy a lányod is tud vezetni. Hogy mondhattam volna? Eddig én se tudtam. Nincs jogosítványa. Úgy látszik, hogy anélkül is kitűnően megy neki. Főni, kapok én a papától. Ne féljen, vállalom a felelősséget. Gáztatjál!
majdnem 60-nal mennek. De nem olyan nagy sebesség az. De ív a kezébe a kormány, ezt nem engedem. A papa is gyorsít, de nem hiszem, hogy utolér minket. Soha nem tettem. Legalább nem késünk le a versenyt. Vigyázz, kanyar jön, majd segít. Király tehát nem indul ezen a versenyen, kedves hallgatóink, mert Balogh Péter, a verseny egyik esélyese, a kiváló vitorlázó, mindezideig ismeretlen okokból nem érkezett meg a verseny színhelyére. Nem értjük, mi történhetett vele, hiszen az előfutamok során kiváló teljesítményével az első három közé küzdötte fel magát. De a kezdés ideje elérkezett, kedves hallgatóink, és a versenybíróság a szabályok értelmében a később érkezett versenyzőket... Mi történt a hajóban? Nem Péter? Laci? Mi van? Hallom. Hallom, csak mondd, mi? Péter? Péter! Északi szél fújt, igazi vitorlás idő. Olyan, amilyenre Balogh Péter vágyakozott minden versenyben.